Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Der neue, überwiegend aus Fördermitteln der Regierung fertiggestellte Speisesaal und Servierküche in der Bohler Allgemeinen Bildenden Grundschule und Kunstschule wurde am Freitag übergeben. Träger der Bildungs- und Erziehungseinrichtung für 400 Kinder ist die Bohler Deutsche Selbstverwaltung. Dank finanzieller Unterstützung der Ministerpräsidentenkanzlei im Werte von 60 Millionen Forint und des Trägers im Werte von 20 Millionen Forint konnte durch Umgestaltung des Gebäudes ein Speiseraum für 100 Personen und eine Küche zum Aufwärmen und Servieren ausgestaltet werden. A német nemzetiség országos szinten is élen jár az iskolák, óvodák fejlesztésében az utóbbi években. A BOI német önkormányzat, mint a helyi általános iskola és alapfokú művészeti iskola, valamint az óvoda fenntartója sikeres pályázatoknak köszönhetően több fejlesztést is megvalósított az intézményekben. A legutóbbi, mintegy 80 millió forintos beruházás, melynek során étkezőt és egy melegítő tálalókonyhát alakítottak ki, a helyiek és a kormány összefogásában valósult meg. Évszázadok ezelőtt, amikor ide érkeztek a német nemzetiségnek az elődjei Dunán, az Ulmer Schachtellel, akkor nem gondolták az ősök, hogy egyrészt szorgalmukkal, kitartásukkal milyen fantasztikus dolgot fognak alkotni ebben az országban. Tényleg bárhova megyek, Kárpát-medence szerte, ahol németek laknak, mindenhol az ő kezük munkája dicséri azt a sok-sok szépséget, amit látunk. Másik oldalról meg azért sok-sok szenvedésen is átmentek méltatlanul, amit én azt gondolom nem a magyar nemzet okozott, hanem mások. És nyilván nekünk meg az a feladatunk, már csak az ősökre való tisztelettel való odafigyelés miatt is, hogy megőrizzük a hagyományt, megőrizzük a nyelvet, amennyire lehet a nemzetiséget minden több településen, és itt Bolyón is tulajdonképpen szolgálja, hogy az iskola jól működik 400 gyermekkel, és hát 400 gyermeknek meg enni is kell. És hát kulturálatlan nehéz volt a múltban, át kellett kelniük az úton, most megvalósult egy régi lepusztult épületből, gyönyörű szépen megvalósították építők, mesterek és a helyiek. Mindez a kormány 60 millió forintos támogatást adott, Boly önkormányzata 20 milliót, ami nagyon szép dolog, mutatja az összefogásnak az erejét is, meg aztán utána az eredményét is. Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, hogy ebben a nemzetiségek által leginkább lakott körzetben is a legerősebb a német közösség. A kormányzat az elmúlt évtizedben minden lehetőséget igyekezett megadni a magyarországi német nemzetiségűeknek. Nyilvánvaló volt számomra, hogy eljön az a pillanat, amikor azt látjuk, hogy nagyon sok intézmény működtetését, fenntartását átveszik a nemzetiségi önkormányzatok. Boly is erre példa, ugye egy nagy körzeti iskolát valójában a német nemzetiségi önkormányzat működtet, és sikerrel működteti. Az iskola egy olyan intézmény, ami a kultúra tovább örökítésének hát elsődleges szintere. Mi még sok mindent tanultunk a szüleinktől. A kis településeken működtek, meg ma is működnek azért különböző civil közösségek. De a kultúra átadás igazi szintere az iskola, és ez akkor van jó kézben, ha maga a közösség, a nemzetiségi közösség itt Bolyban a német önkormányzat irányítása alatt van. Sikerrel teszik, jó pályázatokat nyújtanak be, forrásokat nyernek el, képviselőként is nehéz követni az akaratukat, de mindent megteszünk érte, hogy az a jövőben is így legyen. Und Zwiebeln und Kuchen, das weckt der immer den Kindern.
A Bói Német Önkormányzat 2015. szeptemberében vette át a Bói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Bói Óvoda és Bölcsőde fenntartását. Céljuk a nemzetiségi törvény szerinti elvárásoknak megfelelő működtetés, a magas szintű modern nyelvoktatás és a hagyományok ápolása. A gyerekeink nagyon hosszú utat tettek meg a kollégium konyhájáig, oda-vissza 1 kilométert, 1,5 kilométert, ugye, amíg ebédhez jutottak, és ez mindenféle időjárási viszonyokban, esőben, hóban, szélben, jégben, pici elsősök is, kollégák is, és az az 1 óra, ami erre ráment, hát azt ugye fordíthatták volna játékra és egyéb nevelési dolgokra. Úgyhogy nagyon örültünk, amikor beadtuk a pályázatot ennek az épületnek az átépítésére, és támogatta Magyarország kormánya ezt a projektünket 60 millió forinttal, és Bolyváros önkormányzata is hozzátette a 20 milliót, és akkor ebből az iskola udvarán álló régi épületben, amelyben a könyvtár volt régen, 2 osztályterem volt, egy technikaterem az alaksorban, erre most már nem volt szükség, a szakközépiskola ugye megszűnt itt, a könyvtárat átköltöztettük az iskola épületébe, és akkor felszabadult ez az épület, és ezt a csodálatos melegítő tálalókonyhát és a menzát itt fel tudtuk építeni. Az ebédlő berendezés tárgyait a német belügyminisztérium segítségével vásárolták meg. A menza falára német nyelvű feliratok és sváb ételek képei kerültek. In Sorgatin, die fast 750 Jahre alt ist, die deutsche nationale Selbstverwaltung hält es für eine wichtige Aufgabe, die nationale Kultur weiterzugeben. Tänze und Lieder lebendig zu halten, Volkstrachten zu pflegen, Muttersprache zu halten. Gemeinsam mit der örtlichen Selbstverwaltung werden jedes Jahr ein schwäbischer Ball, ein Familiennachmittag, ein Sommercamp, ein Volkstreffen und auch ein Nikolausfest organisiert. Im Gegensatz zu den Vorjahren organisierte die Sorgetiner Deutsche Selbstverwaltung die traditionelle Schwabenfest am 4. September. Das Dorffest in Sorgetin veranstalten wir seit 8 Jahren in dieser Form. Und das Programm ist ein Kulturprogramm, ein Nationalitätenkulturprogramm. Wir möchten den Gruppen von Sederkeny eine Möglichkeit geben, damit sie sich hier zeigen können und damit sie auftreten können. Neben den Kulturgruppen aus Sorgetin kamen noch Gruppen aus Himes, Großturwel und aus Bavarz an. Das Programm wurde von der bekanntesten Volksmusikgruppe, die österreichische Junge Paldauer, geschlossen. Renate Ulbert hat hinzugefügt, dass für die deutsche Selbstverwaltung ist es sehr wichtig, die Schwabenfest jedes Jahr zu organisieren. Die deutsche Selbstverwaltung von Sorgetin legt sehr großen Wert auf dieses Festival, weil wir damit die Jugend auch ansprechen können. Ich glaube, die Kultur, die hier lebt, ist sehr wichtig und sehr wichtig, dass die Jugendlichen das weitertragen. Und ich glaube, so ein Fest, wo auch österreichische Gruppe spielt, wo auch die ungarn-deutsche Kapellen auftreten, ist sehr wichtig, damit wir die Jugend in unsere Kulturpflege einbeziehen können. Man merkt eine Tendenz, dass immer mehr Jugendliche kommen, nicht nur aus Sorgetin, sondern auch aus der Gegend. Und es ist immer ein sehr gutes Gefühl, so viele Jugendliche tanzen zu sehen, sehen, dass die sich wohlfühlen bei unseren Festen. Und genau das ist das Ziel der Sache. Die Veranstaltung und zusammen zu feiern sind nicht nur für den Veranstalter sehr wichtig, sondern auch für den Gäste. Auf unserer Frage erzählte Barbara Mammel, was für eine Tradition hatten sie in ihrer Familie. Meine Großeltern waren schwäbischer Abstammung, also Ungarndeutsche. Sie haben auch mit uns Schwäbisch gesprochen. Zum Programm zum Beispiel vor dem Sonntagsmittagessen gehört es immer dazu, dass wir die schwäbische Deutsche Stunde am Radio gehört haben. Im Laufe des Abends konnte man auf der Musik des Unterrockkapelle tanzen. Die Musik und der Tanz machten ähnliche Freude sowohl für den Interessenten als auch für den Musiker.
seit mittlerweile 24 Jahren sind wir unterwegs und an verschiedenen Veranstaltungen, ich kann sagen, in den letzten 10 bis 12 Jahren wurden dann diese Veranstaltungen immer mehr und an immer größeren Veranstaltungen konnten wir für das Publikum musizieren und das ist eine riesengroße Freude. Jetzt wegen der Pandemie hatten wir einige Schwierigkeiten, wie alle Gruppen, alle Musikgruppen oder alle Auftretenden auf den verschiedenen Bühnen. Aber Gott sei Dank kann man jetzt wieder für das Publikum musizieren und ich glaube, das ist für jede Band, für jede Veranstaltung eine riesengroße Freude. Fast anderthalb Jahre sind vergangen, seitdem die Mitglieder der Badesäcker Jugendblaskapelle letztes Mal auf die Bühne traten. Nach Rückzug der Pandemie arbeitet der örtliche deutsche Verein daran, aus den Schülern der Musikschule die Kapelle, die einst schöne Erfolge erreichte, wiederzubeleben. Laut Meinung der hier Lebenden ist es für jede schwäbische Gemeinschaft wichtig, dass die Teil ihrer Kultur bildende Blasmusik auch Teil ihrer Feste bildet. Ezek a felvételek évekkel ezelőtt készültek a Báteszéki Ifjúsági Fúvózenekarról, amikor még rendszeresen részt vettek a Városi és a Német Egyesület által szervezett rendezvényeken. Akkor még Maul Péter vezette az együttest, és senki sem gondolta, hogy a Covid-járvány olyan károkat okoz majd a csoport életébe, ahogy ez később megtörtént. Ez a kicsi helység a zenekar próbaterme. Az elmúlt közel másfél esztendőben nem állt színpadon a zenekar, és nem volt lehetőség a teljes körű próbák megtartására. 2017-ben karnagyváltás történt az együttes élén, és Kolozsvári Gábor, az új zenekarvezető most minden lehetséges módon az újraélesztésen munkálkodik. Úgy gondolom, részfóstanáként, hogy minden egyes településen szükség lenne egy fúvószenekarra természetesen, de itt, mivel Báteszék, ugye ez egy sváb település, ezért meg aztán halmozottan szükség van rá. Hát most elkezdtünk dolgozni szeptemberben, szerencsére most már nincsenek olyan korlátozó intézkedések, amik azt tiltanák, hogy mondjuk olyan zenekari tagok, akik például nem a zeneiskola növendékei, részt vehessenek a próbán, sajnos tavaly volt ilyen, ami kicsit megakasztotta a munkánkat. Csak a zeneiskolának a tanulói vettek részt a fúvószenekari próbán, mivel ez az iskolának az épülete. És akkor ezért hát 5-6-an tudtunk próbálni, és nehéz volt a lelket tartani a gyerekekbe. Egyébként is egy generációváltás zajlik. Most már sokan elszármaztak innen, máshol dolgoznak, és akkor most én azon dolgozom főleg, hogy minél több gyermek jön a zeneiskolába, és hogyha van a zeneiskolában utánpótlás, akkor őket be lehet integrálni a fúvószenekarba. A Báteszéki Német Egyesület számára is fontos lenne, hogy régi fényébe tündököljön a zenekar, hiszen zenei kultúrájuk meghatározó eleme a fúvószene. Az alapszabályunk is foglalkozik ebben, és mindezen a kötelezettségen túl azt gondolom, hogy mindegyünknek szívügye is, hogy a sváb, hagyományos értelembe vett sváb fúvószenekarok, német fúvószenekarok fennmaradhassanak. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a működését tudjuk segíteni itt a Báteszéki Ifjúsági Fúvószenekarnak. Nagy öröm az mindig, amikor megjelennek a zenekar tagjai, és a rendezvényeink fényét emelik a műsorok. A hagyományos értelemben, hogy ez a csehmorva alapokon nyugvó német fúvószenekar, fúvószenehez hozzátartozik az ünnepnapjainkhoz, nem minden napot mondanék semmiképpen, de az ünnepnapjainkhoz hozzátartozik. Hangszerre szükség van. Most éppen fafúvós hangszerekkel jobban állunk egyébként, de arra is lehetne, tehát az is beférne még a zenekarba, inkább részfúvósokra, főleg mély részfúvós hangszerre, tuba, tenorkürt, ez inkább ez, ami most hiány. Normál esetben ugye ez azt okozza, hogy általában ugye amatőrök vagyunk, akik játszanak ezekbe a zenekarokba, hát ők nem nyúlnak a hangszerhez. Nem azt mondom, hogy elfelejtődik, de hát
ez most egy ilyen hosszú szakmai dolog lenne egyébként. Tehát kijönnek a rutinból sajnos, és akkor ez hosszú idő, mire ezt vissza lehet hozni. Ilyen intonációs problémák, tehát az, hogy maga egyáltalán a zenekar tisztán megszólaljon. Tehát már az is egy kihívás jelent, így meg pont, hát nincsen karbantartó sajnos. Legalább egy esztendőre lesz szükség, mire újra úgy szólal majd meg a Bátaszéki Ifjúsági Fúvózenekar, ahogy annak szólni kell, mondja Kolozsvári Gábor. De sürgősen szükség lenne olyan zenészekre, akik kötődnek ehhez a műfajhoz ahhoz, hogy ne legyenek lyukak a zenekarban. Zum ersten Mal, aber mit traditionsschaffendem Ziel, wurde von der ungarndeutschen Selbstverwaltung von Romonya ein Erlebniskochen mit Kulturprogramm und Kostprobe organisiert. Im schwäbischen Menü gab es im Ofen gebackenes Hausbrot mit Bratwurst, Krautfleisch mit Dampfknödel, Bohnengulasch und Strudel. Musik zum leckeren Mittagessen wurde von Ulrich Trio und dem Schomberger Sängerchor geleistet. Ízekben, illatokban sokkal gazdagabb, változatosabb a sváb konyha, mint ahogy azt sokan gondolják. Romonyán sem volt hiány ízekből és illatokból az első sváb gasztronómiai élményfőzésen. A somberekiek gőzgombóccal készültek. Svábul mi úgy mondjuk, hogy krautnédl, és magyarul pedig káposztás gombóc, méghozzá kell tésztából. A káposzta az kint párolódik az oldalas hússal együtt, és amikor az már készen van, akkor ezeket a kis gőz gombócokat oda szépen belehelyezzük, letakarjuk, és akkor az gyönyörűen ott megmagasodik, és utána a jó étvágyat kívánunk az itt jelenlévőknek. Ez viszont a kemencébe kerül, mert ez meg sült. Hevöknédli lesz, az németül az a neve. Magyarul nem tudok nevet mondani, de hevöknédli, ez a sült. Igen, a sült ezt most megsütjük, ugye? Hogy legyen sült is, és legyen, ami a káposztába felemelkedik. Ez a sváboknak egy speciális, hagyományos ételük. Babuhoz szokták még csinálni, és ehhez a káposztához. A sváb menüben a gőzgombócon kívül szerepelt kemencében sütött házi kenyér sült kolbásszal, babgulyás és rétes is. Itt most éppen ennél az asztalnál mákos rétes készül almával, készült még medgyes is, szintén mákkal, és készült még grízes rétes, aztán még készült turos rétes. A rendezvénynek az ötlete még talán egy másfél évvel ezelőtt merült fel, csak aztán itt közbeszólt a pandémia, és nem igazán tudtuk ezt megrendezni. De a cél az mindenképpen az lett volna, hogy valahol ezeket a sváb ételeket egy kicsit újra megismertessük a közönséggel, és talán az is az egyik fő cél, hogy ne csak megismerjék, hanem hogyha netán otthon szeretnék főzni ezeket az ételeket, akkor lehetőségük van itt élőben megnézni, megjegyezni a recepteket, felírni, és onnantól kezdve gyakorlatilag otthon is gyártottuk ezek az ételek. Édesanyám szokta főzni a káposztás húsos ételt, illetve hozzá a gőzgombócot, tehát ez egy nagyon hagyományos, tradicionális sváb étel. Nyilván ezt sok, minden helyen másképp főzik ezeket a dolgokat. Mi most egyfajta módon itt elkészítettük, és prezentáltuk itt a közönségnek, illetve az érdeklődőknek is. 2014-ben alakult itt nálunk Romonyán Német Nemzetiségi Önkormányzat, azért is, mert azért Romonyán még vannak a német hagyományokat ápolni vágyó emberek. Igazán a hagyományápolás mellett a közösségi lét összehozása, érvényesülése, hogy minél több programot hozzunk, ami az embereknek, tehát ami az embereket összehozza. Hagyományőrző céllal vannak rendezvényeink, minden évben visszatérő rendezvényeink vannak, ezek közül talán a legfontosabb a május fálítás. Akkor olyan is van, hogy mártonnapi felvonulás, az is egy nagyon-nagyon sikeres rendezvényünk, és tavaly első évben volt az adventi nyitott ablakok, ehhez is csatlakoztunk, nagyon jól sikerült. Próbálunk olyan programokat összehozni, ami a közösséget összehozza, tehát ami érdekli a legkisebbektől a legidősebbekig. Nagyon jó az együttműködés a német önkormányzat és az óvoda között. Nyilván ezt a kapcsolati tőke mindig megerősíti, ugyanis az elnök asszony az óvoda egyik kollégája. Így bármilyen program van, azt mi közösen próbáljuk szervezni, a gyerekekkel közös fellépéssel próbálunk mindent színvonalasan előadni, és ez nagyban segíti azt is, hogy
A település lakosai közül nagyon sokan gyerekekkel járnak az óvodába, így bármilyen rendezvény van és program van, ami közös, természetesen óvodástól, gyerekestől mindenki részt vesz ezeken a rendezvényeken, és ez nagyban megsegíti azt, hogy egy-egy program mindig színesebb és tartalmasabb legyen. A jó ebédhez szóló nótát az Ulrich Trio és a Sombereki Énekkar szolgáltatta. Nem csak az étel előállítását szerettük volna itt prezentálni, hanem egy kicsit olyan hagyományőrző jelleget is akartunk még adni a dolognak, ezért is lesz délután a táncház még a mai napon, illetve hát ugye élőzene az mindig jó, hogyha van az ételhez, illetve magához a tánchoz is, ezért volt ennek a gondolata, hogy akkor az Ulrich Trio is lépjen itt fel a mai nap, és hát nyilván a kisebbeket és a gyerekeimet is bekapcsoltuk egy kicsit ebbe az éneklésbe és a fellépésbe, hogy még kerekebb legyen a dolog, illetve a Sombereki Énekkar, aki még szintén fel fog lépni, és ők is színesítik a mai rendezvényt. Vielen Dank für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.